Na, térjünk rá arra akkor, hogy mi a magyarázata annak, hogy a jobb karomon mértem, és nem a bal karomon, hiszen ez a szabályos, hogy a bal karomon mérjük a vérnyomást. A nagyon egyszerű magyarázat van rá, az ereknek néhány percre van szüksége ahhoz, hogy visszanyerjék a rugalmasságokat, és az eredeti állapotába az érrendszerünk visszatérhessen. Ha egymás után akár 5 percen belül végzünk ugyanazon a végtagon vérnyomásmérést, akkor bizony téves értéket kaphatunk, hiszen az érhálózat az még nem árt. Ott az ereink nem kapták vissza a megfelelő régi rugalmasságokat, illetve a normál pozíciójukat, és emiatt hibás értéket kaphatunk. Tehát ez az egyik szabály, hogy ha lehetséges, akkor főleg idősebb korban fél órán belül nem mérjünk kétszer ugyanazon a végtagon vérnyomást. Erre is jó egyébként ez a módszer, hogy akár 4 végtagon is meg lehet mérni a vérnyomást, tehát a combjainkon, a lábunkon és a karjainkon, hogy van-e eltérés. Ezek is utalhatnak bizonyos problémákra, betegségekre. Úgyhogy én is majd ellenőrizni fogom még többször is, hogy van-e eltérés. Tehát röviden ennyit, tehát még egyszer mondom, hogyha kétszer egymás után szeretnénk, vagy többször egymás után vérnyomást mérni a karunkon, akkor ezt ne egy végtagon tegyük, hanem váltogassuk a végtagjainkat még akkor is, hogyha az a szabály, hogy a bal karon, tehát a szívhez közelébbi végtagon kell végezni a vérnyomásmérést.